A múlt év decemberében hatalmas áttörést elérő pécsi professzor dr. Wittmann István az elmúlt napokban indította hivatalosan is útjára elméleti kutatásainak eredményeit. 90% az összes cukorbetegnek kettes típusú cukorbetegségben szenved. Magyarországon körülbelül 800 ezer, 1 millió cukorbeteg van. El ki lehet számolni, hogy ebből túlnyomó részt kettes típusú cukorbetegek vannak, tehát azt jelenti, hogy több százezer emberről van szó. Ráadásul ez a cukorbetegség ez nem önmagában jelentkezik, hanem általában elhízással, magas vérnyomás betegséggel, zsíranyagcsere zavarral együtt jelentkezik. És ezek együtt adják az anyagcsere tünetegyüttest, amely anyagcsere tünetegyüttest pedig a magyarországi leggyakoribb halálozásért, a szív-érrendszeri halálozásért felelős. Kutatásunk lényege az, hogy az inzulin érzéketlenségnek az egyik okát ismertük föl, azt gondoljuk, amely ok azzal kapcsolatos, hogy a sejten belüli inzulin jelnek a továbbításában szerepet játszó fehérjék módosulása hogyan alakul, és ezt hogyan lehet befolyásolni. Az inzulin érzéketlenségnek a csökkentésével lehet megelőzni a vérnyomás emelkedését, a cukorbetegség kialakulását talán, és mindenképpen a betegeknek a kezelését is befolyásolhatja, hogyha beválik ez az elmélet, jelenleg még elméleti kutatás, hiszen valószínűleg a betegeknek a gyógyszereinek az adagját, a dózisát lehet csökkenteni, esetleg az inzulin adagját is lehet csökkenteni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az életminőséget nagyon jelentősen befolyásoló, sajnos azt rontó életmód változtatást el kell végezni. Ugyanis ugyanúgy le kell fogyni az elhízott cukorbetegeknek, a dohányzásra föl kell hagyniuk, és hát rendszeres fizikai aktivitást kell folytatni, ami azonban örömforrás is lehet természetesen. A professzor úr azt is elmondta, hogy egy orvosi kutatási munka akkor jó, ha minél tömörebb. A leadásra került anyag terjedelemre körülbelül olyan, mint egy szakdolgozat. Az angol nyelvű munkát a kutatócsoport közösen készítette. Ez a vizsgálat, amit elvégeztünk, ez egy elméleti vizsgálat egyelőre, tehát humán emberi eredményekről nem számolhatok be. Gyógyszer is lehet belőle, ha beválnak a vizsgálatok, és lehet egy táplálék kiegészítő is. A táplálék kiegészítő azért lehet fontos, hiszen itt olyan népbetegségről van szó, ami azt jelenti, hogy gyermekkortól időskorig nagyon sok erre hajlamos ember van, tehát nagyon sok embernek kellene valamit tenni. De ez ellen való tevésnek a legfontosabb módja, mint mondtam, az életmódváltoztatás, és az mellé jöhet ez, mint egy további tényező. Minden kutatás sok nehézséggel és sok örömmel jár. Tulajdonképpen az orvosoknak azért van szerencséjük szerintem, mert mindennapos örömet a beteg gyógyítás jelent, az mindig hoz valami aznapi érdekességet vagy örömet. Azonban az orvosi kutatás olyan, hogy sok-sok nehézség, ami az anyagi nehézségek, a kutatásra járó nehézségek mellett, azért előbb-utóbb felismerésekhez is vezethet, különböző mértékű vagy súlyosságú felismerésekhez, és hát ezek a felismerések akkor mind örömet okoznak. Örömet okoztak nekem is, remélem a kollégáimnak is, és hát bízok benne, hogy a betegeknek is előbb-utóbb ez hasznot jelent. Legkevesebb 5 év, de inkább az 5 és 10 év közé teszem azt az időtartamot, amikorra, amennyiben beválik ez a dolog, szóba jöhet ennek az emberi humán alkalmazása.